A vállalkozói fórumon elhangzott, Fehérvár megyében is számos kihívással kellett a gazdasági élet szereplőinek szembenézniük. A VOSZ vármegyei elnöke azt mondja, megtalálták a megoldást, ami nem más, mint az összefogás. A Vállalkozók Országos Szövetsége a Fehérvár megyei, tehát önkormányzattal, Székesfehérvár városával és a Fehér megyei, tehát kormányhivatallal egy egybűvös megállapodást tudott aláírni, amely arról szólt, hogy a vállalkozás fejlesztés, vállalkozás élénkítést helyezi a homloktérben, mintha megérezték volna ezt a nehéz helyzetet. Székesfehérvár alpolgármesterek köszöntőjében szintén az együttműködés fontosságát emelte ki. Lerner Zsolt szerint a magyar gazdaság egyik ütőere városunkban van, ezért a VOSZ munkája nélkülözhetetlen. Mind a cégek részéről, mind az önkormányzatok részéről, de akár lemeltünk intézményvezetői és cégvezetői szintre is, tehát egy komoly összefogás és egy komoly előregondolkodást kell ez ügyben végezni, hogy ez a válsághelyzet menedzselhető legyen, illetve azért már látjuk a megtérülését a menedzselésnek, és ez egy nagyon jó dolog. Az nem mindegy, hogy Székesfehérváron mi történik, mert ez gyakorlatilag nem csak a városra, a régióra, szinte országos kihatása van. A VOSZ elnöke a 35 éves születésnap kapcsán arról a tapasztalatról beszélt, amely a hazai vállalkozások támogatásában nyújt segítséget, hiszen erre épül a szervezet stratégiája. Eppel János hangsúlyozza, erősíteni kell és hatékonyabbá tenni a szervezetet a vállalkozásfejlesztés, az érdekképviselet, valamint a szolgáltatások területén. Szolgáltatások területén legismertebb a Széchenyi kártyaprogram, ahol 50%-os tulajdonosok, vagyis szoros együttműködés a Magyar Kereskedelmi Iparkamarával. Szeretnénk a programot megerősíteni, új termékekkel, új pénzügyi termékekkel bővíteni. Szerencsére jó esélyünk van, ma a Széchenyi kártya hitelek jelentik a magyar vállalkozók számára talán az egyetlen hitelformát, amelyik elérhető, amelyik kigazdálkodható. A VOSZ tagjai számára hamarosan új informatikai szolgáltatás is elérhetővé válik. A vállalkozók júniustól egy új rendszeren keresztül adminisztrációs feladataikat végezhetik el egyszerűbben, online formában.